Igen? Halló, jó napot kívánok, én Lakatos Márkné vagyok, és az ön számát kaptam meg. Tessék? Autóbérléssel foglalkozik, ugye? Igen. Na most nekem lenne egy ilyen különleges kérésem, ön állítólag eléggé jól tud alkalmazkodni a különböző feltételekhez. Nekem az édesapám, hát 74 éves, és ő kicsit inkontinenciával foglalkozik. Fú, nem hallom, mit mond. Nem hallom. Tehát tudja, mi az az inkontinencia? Nem. Na, akkor ez talán nem is baj, de azért lehet, hogy mégis jobb, hogyha elmondom. Ez egy olyan betegség, hogy a vizelet néha kifolyik, tehát bepisilget. Igen. Na most lenne olyan autó, ami könnyebben tisztítható, illetve, hogy az emlékezete is, tehát a rövidtávú memóriája lényegében nem létezik. Tehát miután bepisil szegénykém, mindig azt hiszi, hogy valaki rápisilt. Igen. Az a kérdésem, hogy mivel én a saját kocsimat már nem szívesen adom neki oda, mivel utoljára egy óvodából húztuk ki, hogy lehetséges-e az, hogy egy olyan autót bérelünk, amire ugye itt már eleve vannak biztosítások? Persze, teljes körű biztosítás van minden kocsira. Tehát akkor bármit csinál benne az öreg, akkor tulajdonképpen ez megoldott. Persze. És én szeretném, hogy egy kicsit autókázzon, mert autózni nagyon szeret, tehát mindig emlékszik valamire abból az autózásból, amit végrehajtott. Persze az egész család is emlékszik, mert ugye mindig mókás. Én szeretném, hogy addig autózzon, hogy egyszer csak majd kiautózik innen a földi létből, mert jelenleg borzasztóan... Inkább lehet, hogy ültetünk egy taxival. Lehet, hogy jobb megoldás lenne. Hát ültettük be taxiba, de nagyon drága volt kifizetni az ülést utána. Hát itt se olcsóbbak a költségek. Takarítási díj, lehet még drágább egy taxinál. De hát azt mondta, hogy van biztosítás, tehát akkor ezt nem mi fizetjük, hanem... 100 000 font a biztosítás, kaukciópénz, levonásra került takarításnál. Ja, igen. De annyira aranyos az öreg, nem lehet, hogy egy kicsit így, csak úgy jó indulatból, szeretetből egy kicsit. Ő azt mondják, hogy ezt mégse, tehát... Azonban a szeretetben már túl sok van mindenhol. Hát szeretetből sosincs elég. Hát, igen. Nézzük a kérdésre. És akkor egy autót esetleg csak úgy odaadni neki? Én nem csak tudom, úgy. Most ezzel sokat... Hogy gondoltad csak úgy? Hát úgy, hogy azt mondja, hogy itt van a kulcs, használja az öreg ember. Menjen kocsikázni, tényleg van tankol, kocsikázok, ezt hozzá-vissza. Hát igen, erre gondoltam. Ez nem, ez túl nagy kérés, gondolom, most azt érzem a hangjában, hogy most... Nem, megmondom, hogy ezt egy mi autónként van tartósan, egyedül egy eset, hogy Merci van bent, így egy esosztály. Az nagyon jó a Mercit, az abban pont, hát, pont belefér. Igen, belefér csak... Meg úgy megy is hozzá, mert neki annyira erős, jó tartása van, jó kiállású öreg ember, és a Mercedes az pont tetszene, akkor azt viszont lehet vinni ingyen? Hogy ne? Ingyen, nem is egy kaucópénzt, nagyon vonalra leszek most önökkel szemben. Még kaucópénz semmi, teli tankolom, kocsikázni meg, jó, csak ne törő össze a kocsát, így mondta, hogy szólhatja nekem. Komolyan mondja? És takarítottam, semmi költsége nem lesz. Nem, most szerintem csak viccelő. Segítünk, amire csak tudunk. Nem hiszem. Ön át akar verni, azt akarja, hogy az a szegény ember az oda menjen, csak úgy hopra, aztán ott fog állni, és nem kap semmilyen autót. Ugye ez van, hogy csak szórakoznak azért, mert öreg, meg azért, mert elfelejt ezt-azt, meg azért, mert bevizel, már nem kap semmit ingyen, igaz? Ez az, amit... Pont azt mondom, hogy ingyen kapja. Hát ennyi, kollégámat hívják föl, most éppen teljes közepén állok, megvan a szállat, gondolja, annyi időm még van, és nyírok meg egyesem a kollégámnak, hogy akkor meg kérjen semmi pénzt. Ez ilyen segítség alapon működik, akkor... Jó, akkor hallgatom a számot. Ugye esetleg SMS-be is? Segítsek ebbe is? Azt is megköszönöm. Jó, akkor mondok egy számot, nem tudom elküldeni. Mondok egy számot. Igen. 20-as. Igen. 3-4-8. Igen. 4-4-6. 76. Nem, a sok lesz szerintem. Az nem lehet.
Nem, mert... Akkor még egyszer olvassa vissza nekem. Kérdezően számoltam, mondtam, most igazából nem tudtam foglalkozni. Ja persze, mert egyből le akar rázni, az egy két mondat után rám tenni a telefont. Milyen két mondat? Beszélgetünk 10 percen. De hogy beszélgetünk 10 percet? Most leketem a telefon, mert én neki most nem érek rá. Drága uram, elnézést, tudom, hogy nem ér rá, tudom, hogy nem ér rá. De én Mogás Dániel vagyok a Music FM-ből, és ez egy átverés, amiben most részesül. Orsolya, a párja volt az, aki megrendelte ezt az átverést, aminek na, részese lány, lett. Úgyhogy gratulálok önnek, és fog kapni, egy, fog kapni egy kis ajándék rádiót, amin akár többször is meghallgathatja. Köszönjük szépen. Azon fogom csak hallgatni.